Várj, most. Nemzeti parkban a legnagyobb problémát az itt élő emberek jelentik. Kb. 20 ezer benszülött él itt a parkon belül. Lehet látni a házaikat. Sajnos a állataik is itt legelésznek a cseládák között, ami sok tekintetben nem jó, egyrészt leszik a füvet a cseládáktól, másrészt különböző betegségeket behozhatnak az állatok közé. Az emberek is, tehát a majmok nagyon érzékenyek sok emberi betegségre, mert az influenza az képes lenne kipusztítani itt egy csapatot. Most folyamatosan vándorolnak ezek az állatok, viszont éjszaka muszáj olyan helyre menniük, ahol nem kapja el őket a Nemzeti Parkban szintén őshonos leopárd vagy a hiénák. Ilyenkor lemennek, lehet messze látni ezeket a szakadékos részeket, a szakadékok szélén, illetve végig a falon éjszakáznak, ott ugye nem tudja őket megközelíteni semmilyen ragadozó